Sziasztok, Zsófi vagyok, és a virtuális valóságról fogok nektek beszélni. Képzeljétek el a kedvenc könyveteket, filmeteket, vagy akár egy álmotokat. Ha belecsöppenhetnétek ebbe a világba, biztos vagyok benne, hogy magával ragadna titeket. A virtuális eszközök pontosan ezt az élményt tudják megvalósítani. A fejünkön lévő szemüveg számítógépe egy olyan világot vetít körénk, ami teljesen valóságosnak hat. Tudunk benne mozogni, és a kezünkben lévő kontroller segítségével irányítani tudjuk az elemeit. Közben a körülöttünk lévő fizikai valóságról teljesen megfeledkezhetünk. De mire használhatjuk ezt a technológiát? Megtanulhatjuk egy gyártósor működését, anélkül, hogy valaha is láttuk volna, vagy kipróbálhatjuk a legújabb autómodelleket még a tervezés fázisában. Zavartalanul működhet a gyártás, miközben az új kollégák betanulnak, vagy javíthatjuk a hibákat, még mielőtt az első prototípus elkészül. Ezzel rengeteg erőforrást takaríthatunk meg. A legunalmasabb téma is izgalmasabbá válik, ha egy virtuális szabadulószobában tanulhatjuk meg. Én ebben látom a jövőt.